Ha szeretnél vásárolni eredeti játékokat sokkal olcsóban, mint bármelyik áruházban, PC-re, Xbox-ra vagy akár PS4-re, itt van a G2A. Meghoz bármilyen eredeti játékot 50%-os vagy akár 75%-os kedvezménnyel, linket megkapod a leírásban. Na, hello mindenkinek, srácok, egy jobb videóval készítem meg, hogy egy kicsit különlegesebb videó, mert sose a büdös életemben nem csináltam ilyet. Bármit reagálunk egy múltkori eventre rá két hónapra. Nem tudom, valahogy egy kicsit hiányoznak a live eventek, mondjuk úgy, hogy hiányoznak a live eventek, srácok, és megkaptam egy srácok, aki nagyon menőn csinál ilyen cinematic videókat, persze az eventek után. Most például, srácok, a The Device eventet fogjuk megnézni, tudjátok jól, az utolsó event ez volt, az utolsó live event, figyelem. Ez volt, srácok, lássuk, hogy mit alkotott a srác, tényleg nagyon-nagyon menően megcsinálja amúgy a cinematicot. És nem ez az egyetlen event, amit megcsinált cinematicot, hanem rengeteget. Na, nagyon-nagyon tetszik, hogy nagyon bejön. Srácok, csomassátok szét ezt a like-ot, ha tetszett nektek is az event, és ha majd szeretnétek ilyen videókat, nagyon-nagyon szépen köszönöm előre. Na, lássuk, boys. Mi ott voltunk, tudjátok, jól lelájztiváltuk meg mindent, de azért itt cinematicban, srácok, nézni sokkal érdekesebb, mint ha, nem tudom, mint ha egy filmet néznénk, mondhatni, mint ha moziznánk. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Meg így meg olyan dolgokat tudsz látni, amiket nem láttál például a live eventben. Például nem láttam, hogy így folyik ki a víz a rakétákból, vagy mik azok a jeladók, vagy a bánat antenna, vagy nem tudom mi a bánat az. De nem láttam például live-ból, mikor csináltuk. Szóval sok mindent nem látunk szerintem live-ban. Oké. Okay. Fejt, mint az 5? Azt hiszem 5 van, nem? Vagy 6? 5 azt hiszem. Oké, okay, boys. És Dagency-ből. Oh boy. Ott van Midas fent. Jó, az persze player. Iha. Iha. A nagy vihart. És nem sikerült valahogy a nagy vihart arrébb tolni. És felrobbant a Dagency. Oha. Damn boy. Sokkal jobb így nézni, esküszöm. Esküszöm, sokkal jobb így nézni. Azt a rohadt. Szóval ott olyan magasan voltunk. Lol. Nice. Mennyi indeszképen volt az a kis, nem tudom, hogy az a kis gömb. Mi? What? Ezt nem láttam, hogy ketté szakadt ez. Mi ezt? Esküszöm, nem láttam, hogy ketté szakadt volna az, vagy két gömb lett, vagy mi az. Ezt nem láttam, ember. Holy moly, Makaronski. Oké. Okay. Később, amikor ezt a videót felveszem. Oké. Okay. És most tolja arrébb a stormot, a vihart. Most tolja arrébb a vihart. Nice, sikerül is arrébb tolni a vihart. Elpusztítani a szigetről a vihart. De sajnos, szerintem. Ja. Hoppá. És felkelünk az irodába. Top secret, top secret. Három top secretes adat. Hú, és valaki néz a számítógépbe ezt az egészet. Elég érdekes, ezt sem látom, hogy nézik a számítógépbe például. Nem néztem annyit szerintem, azt a számítógépet. És most aztán bam! Yeah boy! Oh boy! Ennyi. Ennyi a szerkezetnek. Ennyi a szerkezetnek, papi. És jön vissza a vihar. Sokkal rosszabban, mint elment volt. Sajnos. Ezek visszabújnak amúgy a végén, vagy nem mennek vissza? Nem hiszem, hogy visszamennek. Nem hiszem. Vagy? Van itt a föld alá. Bocsánat. Bocsánat, na! Bocsánat, na. Nice, oké. Okay. Ó, nem, még utoljára még megpróbálkozik. Ja. Ezt el is felejtettem, ember. Utoljára megpróbálkozik, de nem sikerül most sem amúgy. Most is nagyon-nagyon sokat erőlködik, és nem sikerül a végén. Túl sokat erőlködik, túl sok energiát vesz fel ez az egész, és... Sajnos... milyen menő cinematic ez. De jó ez. Arrébb tolja.
De nem hiszem most sokáig. Vagy de arrébb tolta, lol. Én nem még emlékszem, nem még emlékszek amúgy. Szóval arrébb tolta a végén. Erre esküszöm nem még emlékszem. Ú, de szép cinematikot rakott ez a srác ide. Ú, nagyon-nagyon tetszik. Nagyon ügyes. Nagyon-nagyon ügyes ez a srác. Külföldi. Opa. Opa. Hoppá. Tudtam én valamit. És most. Most vissza meg, megint oda fel az irodába. Igen, itt elvileg azt mondják, hogy ez nem kellett volna megtörténjen avval a szerkezettel, szóval nem úgy ment, mint ahogy kigondolták ők volna, hogy megment. Szóval valaki így figyelte minket. És nem csak egy vihar, azt kérdezte. Hogy nem csak egy vihar, és akkor mi az? Szóval nem csak egy vihar az egész, hanem valami különlegesebb. Nagyon-nagyon tetszik, esküszön, nagyon tetszik a live eventek. Igen, és most visszajött, de visszajött víz formájában, igen. Full víz, igen, árvíz mindenne. Tudtam én, hogy visszajön. Nem volt hogy ne jöjjön vissza, mert aztán jön a season 3. Full vizes season. Ú, de mennyire durva nézett ez ki amúgy, esküszöm. Ja, fény visszaverődése a víznek, a földön, meg minden, ez brutál jól nézett ki, amikor még ez volt. Az az egész, hogy az a két nap, amikor ilyen volt a Fortnite, nem nagyon lehették kint a körbe, mert kint voltál a körbe, jött a víz, felvett és meghaltál, mert nem volt, hogy kimegye. Nem volt, hogy kimenje a vízből, mert felmenti egészen, amikor bementél a körbe, leestél és faldom is behaltál meg, szóval az volt a legszarabb két nap szerintem a Fortnite-ból. Ugye ez még mindig itt maradtam, úgyhogy... Hopp. Mit keresel itt? Itt nem tudjuk amúgy, hogy ki volt ott. Őszintén. És kb. Ennyi. Ennyi van az ágon. Srácok! Nekem nagyon-nagyon tetszik ez a srác. Esküszöm. Több eventet is csinált. Valamelyik ledramatizálta. Van olyan videó amúgy tényleg, amit ledramatizált ő. Hosszabb, de le van dramatizálva meg minden. Valamelyik full cinematika, ahogy itt láttató, itt fent. Nagyon-nagyon sok mindent csinált ez a srác, szóval nekem nagyon-nagyon tetszik. Srácok, ha még szeretitek, hogy ilyesmire reagáljunk, írjátok le kommentbe, csapassátok szét azt a like-ot és iratkozzatok fel a csatornára, ha nem vagytok feliratkozva. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és további szép napot kívánok mindenkinek, srácok. Sziasztok!